köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2020. szeptember 21-én hétfőn. A pontos idő 19 óra, kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Utcabál az Oil Oasis benzinkúton. 13 év után ismét főtáblán a MAFC felnőtt focistái. A régi mezőtúri utcabál hangulatot igyekeztek feleleveníteni mezőtúron. A rendezvénynek az Oil Oasis benzinkút adott otthon, és a felnőttek mellett a gyermekekre is gondoltak, hiszen különböző ügyességi feladatokkal és ugrálóvárral várták a fiatalabb korosztály képviselőit. Az eseményen részt vett a Zöld Mezőtúr csapata is, akik a környezet tudatos szemléletre igyekeztek felhívni a figyelmet. Az Oil Oasis Party 2.0 estén vagyunk, és Nagy Krisztával beszélgetünk. Honnan indult az ötlet, hogy a 2.0 verzió is már megszületett? Hát nagyon egyszerű választ fogok neked adni, az Oil Oasis Party 1.0-ból indult az ötlet, de az elsőnek az ötlete a benzinkút, az Oil Oasis benzinkút tulajdonossának, Szevenyi Lászlónak, és a neki gyerekkori barátja, a Plastic Reproduct tulajdonossának, a Nagy Zsoltnak, az én testvéremnek az egyik kávézásából indult, hogy ők még emlékeznek arra, hogy milyen jó utcaválok voltak annak idején mezőtúron, és hogy ezt újra kéne reprodukálni, hogy egy kicsit stílszerű legyek. És ehhez ezért elég sokan csatlakoztak, többek között egy Goagriel, egy Perfect Cocktail, jó pár DJ barátjuk, illetve volt kollégájuk, DJ Nazó, Zila, Góri, Karcsika, Bella, Dóci Norbi, aki a MAFS képviseletében, mint labdarúgó szakosztályvezető volt itt az ügyességi versenyeken, és hát ugye nyilván a Zöldő Mezőtúr, akinek én azt gondolom, hogy elég erős tagja vagyok. Hát így indult az ötlet, egy picit így összerántottuk a csapatot, és kitaláltuk, hogy akkor kéne egy jó utcabát szervezni, ahol azért én azt gondolom, hogyha körbenéztek ti is, akkor látjátok, hogy mindenki jól érzi magát. Milyen célja van ennek a partinak, a megszervezésének? Mit szeretetek volna elérni ezzel? Azt, hogy együtt legyünk és jól érezzük magunkat. Régmúltban elég sok fesztivál volt mezőtúron, és ezek az utóbbi időben egy kicsit hiányoznak az embereknek. Úgy gondoljátok, hogy ezzel a partival, amit az Oil Oasis szervez, vissza lehetne hozni ezeknek a hangulatát? Így van, nyilván ez az ideológiája ennek, hogy ma már az elmúlt 10-15 évben teljesen máshogy álltunk egy fesztiválhoz, egy közösségi rendezvényhez, egy picit az emberek elidegenedtek egymástól, nem úgy, mint mondjuk az én gyerekkoromban, vagy amikor ők fiatalok voltak, legyen az egy akácfa, egy diófa, hogy így mezőtúr repülyeimét emlegessem. Igen, ezt szeretnék ők szerintem visszahozni a Lászlónak, ez akár a mai napi gyerekprogramok is nagyon a szívügye, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés tőle, és bízom benne, hogy többen is csatlakoznak majd ehhez a kezdeményezéshez. Milyen programokkal készültetek a mai napon? Annyiból volt másabb most ugye ez a második etap ebből a partiból, hogy az első tanulság az volt, hogy gyermekek is szerettek volna itt lenni, hiszen az első rendezvény este 8-tól kezdődött, tehát nyilván nem egy gyermekrendezvény volt. Ezért kitoltuk ennek az intervallumát, és már délután 3-tól vártuk a gyerekeket ugrálóvárral, vattacukorral, nekik meg megfelelő zenével nyilván, és ügyességi játékokkal, amit köszönök a Dóci Norbi MAFC labdarúgó szakosztály vezetőjének. A Zöldő Mezőtúr oszlopos tagjaként milyen szemléletet szeretnél ebbe a rendezvénybe belevinni? A Zöldő Mezőtúr csapata nyilván szervesen itt volt ezen a rendezvényen, nem azért, mert hogy a labdarúgásban megint érdekeltek voltunk, hanem mert hogy a benzinkútnak a tulajdonosa nem csak a gyermekek mai szórakozását, de a környezetvédelmet is szívén viseli. Úgyhogy azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy az első igazán zöld rendezvényt megszerveztük ezen a napon. Ugye a Zöldő Mezőtúrnak a szívügye az, hogy az embereknek megmutassa, hogy csak egy mozdulattal kell többet tennünk azért,
hogy egy fenntarthatóbb jövőt tudjunk adni a gyermekeinknek, akár magunknak is. És ezt gyakorlati mi voltjában megmutattuk a szokásos módon szelektív kukák kihelyezésével, ökosarokkal, ahol a gyermekekkel el tudtunk beszélgetni, illetve játszani környezetvédelmi témákban, illetve újfent ugye, ami elsődleges szemléltető eszközünk a Rekápa plasztik reprodukt gondozásában kihelyezésre került. Itt azért elég sok gyermeknek adhattunk oda, akár díjként az ügyességi versenyen egy-egy ilyen Rekáp poharat, mert hogy ezzel tudjuk nekik leginkább szemléltetni, hogy nem az a lényeg, hogy ne dobd el, hanem hogy többször használd. Az ilyen rendezvények során számos műanyag pohárral találkozhatunk, így gondolom ez a Rekáp pohár egy teljesen más szemléletet fog az emberekben elindítani, hogyha egy elmegy egy rendezvényre, akkor most már nem úgy fog hozzáállni, mint ahogy mondjuk esetleg a régmúltban. Hát bízunk benne, igen. Azt gondolom, hogy a csapatunkkal pont ezen dolgozunk, hogy a gyakorlatban meg tudjuk mutatni azt az embereknek. Ugye eddig elmentél egy rendezvényre, találkoztál műanyag poharakkal, amit egyszer használtál és kidobtad, ráadásul nem megfelelő kukába, tehát nem újrahasznosítható felületet adtál a dolognak. A Rekáp pont ennek a szemléltető eszköze, hogy többször tudod használni. Ugye ezért találtuk ki a betétdíjas rendszert erre a pohárra. Bizonyára te is emlékszel arra, amikor én még gyerek voltam, akkor emlékszem rá, hogy a kólás üveget vissza lehetett vinni. Mindig volt belőle egy gombóc, csoki fagyim. Azt gondolom, hogy a Rekápnak a betétdíjas rendszere is pontosan, akár a gyerekek felületén, akár a felnőttek felületén pont ezt tudja megtanítani, hogy tudunk hasznot generálni magunknak abból, hogy nem eldobjuk, bár szelektálhatjuk, de még mindig nem az a legjobb felület, hanem hulladékcsökkentőként úgy tudunk leginkább föllépni, hogy újra használjuk. Hogyan lehet a legkönnyebben a mai idősebb korosztályt, vagy akár a fiatalabbakat ránevelni a szemétmentes, hulladékmentes életre? Hát az, hogy hulladékmentes, ez nagyon szépen hangzik, az egy nagyon nagy falat. Én ezért szoktam azt mondani, hogy hulladékcsökkentő szemlélet, mert hogyha már csak egyetlen mozdulattal többet teszünk azért, hogy kevesebb hulladékot termeljünk, akkor már nagyon sokat tettünk azért, hogy tisztább legyen az ökológiai lábnyom, amit ma, vagy holnap után magunk után hagyunk. Én azt gondolom, hogy úgy lehet leginkább, hogy a gyakorlatban megmutatod nekik. Lehet beszélgetni elméletekről, állhatok órákig akár a műfász kellős közepén is beszélgethetek erről emberekkel, de leginkább mindenkit azzal fogsz meggyőzni, hogy a kezébe adod ezt a poharat, tapintja, fogja, élményt adsz nekik mellé, akár ugye a mai napon, amiért egyébként tényleg nagyon hálás vagyok a Szabenyi Nászlónak, aki ugye ennek a benzinkútnak a tulajdonosa, hogy felületet adott arra, hogy egy teljesen zöld rendezvényt létrehozhassunk. És bár ugye az eddigi rendezvényeinken is ez képviseltete volt, de itt nagyon masszívan találkoztak azzal, hogy mennyire egyszerűen lehet igazán zöld rendezvényt üzemeltetni, és csapatként odafigyelni arra, hogy minimális hulladékot termeljünk, akár 200-an, hogyha most így körbenézek hirtelen. Terveztek-e Oiloázis Parti 3.0-át, vagy esetlegesen más zöld rendezvény? Egészen biztosan lesz 3.0. Én azt látom, és most zöldőmezőtúrként fogok válaszolni, én azt látom, hogy van rá igény, igen. Hogy teljesen más, hogy jönnek el ezek az emberek ide, kicsit családiasabb, másabb, mint mondjuk egy sportrendezvény. Itt mindenki ismer mindenkit, bár ez egy kisvárosban nem egy nagy csoda, lássuk be, de hogy szívesen ülnek le, odafigyelnek, ha az egyik nem figyel, akkor rászól a másik, hogy te figyelj, ott az üveges kuka, oda dob bele, vagy hogyha éppen nem találják azt a kukát, akkor fölhívnak engem, ma erre is volt precedens. Biztosan lesz 3.0, a kérdés az, hogy mikor, ugye, hogy a jelen helyzet mit enged meg nekünk, hogy mikor tudjuk ezt megtartani. A zöld rendezvényeket, meg hát ezt nyilván nem fogjuk elengedni akkor sem, hogyha már nem süt ránk a napocska melengetően, akkor belső rendezvényeken fogjuk ezt képviseltetni, mert én azt látom, hogy egy jó hullám indult el, egy jó zöld hullám, és a hullámoknak az abszolút sajátossága, hogy a hullám elmúlik, viszont az érzés mindig megmarad. 13 év után játszott ismét a Magyar Kupa főtábláján a MAFC felnőtt labdarúgó csapata.
Az előzetes esélyekről és a felkészülésről a csapat edzője Erdősi Gyula és a MAFC egyik játékosa Kántor Lajos nyilatkozott. A mezőtúri felnőtt futballcsapat 13 év után ismét feljutott a Magyar Kupa főtáblára. Mi tudhatunk ennek a részleteiről? Hogyan készül a csapat a következő megmérettetésre? Hát a felkészülés részét leginkább a Mesti tudná elmondani. Amit tudhatunk róla, hogy valóban sikerült, tehát ez jól jött ki. Nem mondom, hogy hatalmas nagy volt a harc, mert nem volt annyi kis csapat benne, ugye megye 2-es vagy akár megye 3-as csapat. A megye 1-es csapatok indultak és a megsüvegelendő Jászboldogháza, és ebből a 16 csapatból 2-en jutottunk föl, a Tiszaföldvár és mi. Ami valóban nagy siker, aztán a többit azt majd látjuk a szombati mérkőzés után. 13 év telt el azóta, hogy Mezőtúr újra bejutott. Mit tudhatunk erről az időszakról? Na igen, tehát 5 éve vagyunk mi itt, leginkább én, illetve jó pár barátom, akik próbáljuk azóta segíteni a Mezőtúr labdarúgását, de azért a Mezőtúri klub az jóval túlmutat ezen a 13 éven, ami azóta eltelt, tehát itt azért volt MB2-es csapat, MB3-ban nagyon vitézkedtek a srácok, úgyhogy én azt gondolom, hogy voltak már előttünk olyan elődök, akik ezt meglépték. Az utóbbi 13 évben ugye megjárta a mennyet és a poklot is a csapat, tehát mind az MB3, mind a megye 2 szerepelt a repertoárban, most azért belőttük ezt a középutat, a megye 1-et. Hát nem tudom, hogy most hogy végzünk. Ugye voltak a legvégén játékos átigazolások, ami nem minket segített, hanem inkább az ellenfeleket, az egy kicsit tétre rakta a csapatot. A kupában meneteltünk, a bajnokság kezdésünk az nem olyan volt, amit szerettünk volna. A célkitűzéseink megváltoztak ahhoz képest, amit eredetileg gondoltunk, hogy az 1-3-ig várnánk a csapatot. Viszont egy motivált és jó csapatunk van, egy nagyszerű edzővel, úgyhogy én úgy gondolom, hogy bármire képesek vagyunk. Említetted a célkitűzéseket, mik a mostani célok? Hát ugye mondhatnám azt, hogy 1-14-ig, hogy ne essünk ide, azért ennél komolyabbak vagyunk. 1-8-ig szeretnénk végezni. Szokták kérdezni, hogy hát hogy miért mondom azt, hogy bajnok csapat is lehetünk. Én azt gondolom, hogy minden sportoló, aki komolyan veszi valamilyen szinten azt, amit választott, az nem zárhatja ki. Tehát nem tudok olyat mondani, hogy 4-8-ig végezzünk, hanem igenis, hogyha bárhogy jönne össze és megnyernénk a bajnokságot, ez egy csodálatos dolog lenne. Természetesen azért a realitás talaján mozogva azt gondolom, hogy nem ezek a céljaink, hogy mindenképpen bajnok csapat legyen most, és nem is így állunk a srácokhoz, hogy egy ilyen terhet rakjunk rá, ami így átgondolva objektíven azért nem is lenne reális, de bízunk benne, hogy a 8. helynél minél jobban fogunk szerepelni. Tehát a célkitűzéseink effektíve ezek. Mit tudhatunk egyébként a felkészülési folyamatról? Hát hozzákezdtünk a felkészüléshez, nagyon sokáig volt ugye ez a vírus véget, hogy nem volt semmi mozgás csapatnál. Egyénileg adtam ki dolgokat, és akkor azt elvileg lefutották a fiúk, mert küldözgették át a telefonon. Felkészülésünk egy darabig jó sikerült, utána viszont az utolsó utolsó héten három meghatározó játékosunk eltávozott, pont a tengerből, a belső védünk, belső középpályásunk és egy szélsünk. Ez kicsit megfogta a csapatot, viszont utána átbeszélgettük a dolgokat, és én úgy gondolom, hogy aránylag jól jöttünk a dologból, mert úgy elég jó összefogott a társaság, hogy igenis van így is bennünk a perspektíva, így is oda tudjuk magunkat tenni, és úgy egy elég jó feltűzelt csapattal kezdtük el a kupát, és ennek is köszönhető be szerintem, hogy a három mérkőzést meg tudtuk nyerni, vagy soha tudtunk ütni, mert volt ahol büntetővel, viszont összességében úgy gondolom, hogy az jó sikerült. És ez a bajnokságot viszont ugye ez a három kupamérkőzés kicsit megtizedelt a csapatot, sérülések jöttek, eltításaink is volt, egy fegyelmezetlenségből véget, és ezért egy kicsit a bajnokságba beragadtunk. Viszont utána én úgy gondolom, hogy kezdünk kijönni abból, és most hál' Istennek két mérkőzés megnyertünk 1-0 és 4-3-ra. Egy hazai pályán én gondolom, az a 4-3 az nagyon-nagyon nagy dolog volt, egy nagyon jó csapat ellen. Közönségünk hál' Istennek itt kint a pályán megtapsolta a csapatot, és úgy érzem, hogy újra egy jó úton haladunk, jó hangulat van a csapat környékén. Ezt a kupamérkőzést pedig úgy, tehát élvezni kell, mert itt szurkoltunk ugye együtt a csapattal, sajnos én nem már éjszakás voltam, de a fiúk itt szurkoltak, hogy kapjunk egy MB2-es csapatot, mert azért lehoztunk volna ide, annak idején azért itt voltak ilyen csapatok, MB1-MB2-es csapatok is, és most sajnos ez nem sikerült, a sorsásnak köszönhetően egy MB3-as csapat jött hozzánk, viszont nyugati csoportban tavaly a 4. helyen végeztek, tehát egy nagyon jó csapatról beszélünk,
Én úgy érzem, hogy hazépályán mindenféleképpen bízunk a csorába, meg a csapat összetartó erejébe, hogy hát ha, ne egy Isten, tovább tudnánk esetleg menni, és akkor mégiscsak sikerülne lehozni egy gyengébb csapatot, viszont ha realitástalan vagyunk, akkor úgy érzem, hogy inkább csak élvezzük ki ezt a mérkőzést, mert azért a esélyesek nem mi vagyunk. Mit tudhatunk a csapatnak egyébként a tagjairól, az összetételéről? Mennyire friss ez a csapat? Összességében évek óta együtt vagyunk, csak három srác elment, és akkor most jött, azt mondja, hogy három vagy négy új srác, azt mondja, hogy jött a csöpi veterán, úgy igazoltuk le, hogy mikor történt ez a három srác, hogy utolsó pillanatok beligazolt, akkor ő Turka vagy barátom Lalának a haver, és akkor ő azt mondta, hogy csak kiáll edzésekre, de utána ugye leigazoltuk, hogy megfogyatkoztunk. A Lóle felé tudtuk még leigazolni, akkor a Szarvasról egy fiatal srác, a Farkas Norbik a pár éppen most ült, hétvégén a mérkőzés ideje alatt, most vagyis mérkőzés után, és ő ezáltal került ide hozzánk, hogy barátnője Mezőtúri. Két pólóra jön egy fiatal srác, a Gabika, ő pedig ide jár iskolába, és így. Tehát úgy, mivel már ilyenkor minden játékos el kell, aki meghatározó játékos, vagy megy első osztályba számít, így a parlagon levő játékosok között tudtunk halászni, meg illetve a saját nevelőségeket próbálkozunk befele játszani. A Bíró Patrik, hál' Istennek, most már stabil tag élete csapatnak, ő itt nevelkedik folyamatosan, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy folyamatosan együtt fogunk tudni dolgozni, és még sok sikereket tudunk elérni együtt. Mit tudhatunk a foci csapatnak a hosszú távú terveiről? Hát hosszú távú tervünk, nekünk ez a lényeg, hogy megy első osztályba tudjunk maradni így stabilan. Egy nagyon jó, tehát egy családias hangulat van ki, alakulóban itt már évek óta, miután Lalaik átjöttek Lalának köszönhetően, mert a háttér azt ő is szervez az összes ilyen összetartó bulikat, akkor parádi történeteket elmegy csapat edzőtáborozni, stb. Tehát nagyon jó hangulatú dolgok vannak itten. És ez a lényeg, végül is amatőr csapat vagyunk, jó hangulat legyen, egységesek legyünk, mérkőzés után barátnőstől, feleségestől próbálunk itt eszegetni, iszogatni, beszélgetni, és akkor megyes osztályban egy nagyon stabil csapat szeretnénk maradni még évekig. Kedves nézőink, Önök a Túri Hírmondót látták, friss hírekkel, holnap is várjuk majd Önöket, addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!